Amikor a szemlélődő ember körültekint Európában, elég nehéz, kemény dolgokat láthat. Gondoljunk itt adott esetben akár a gazdasági helyzetre, akár a Brexitre, akár a jelenlegi migrációra. Ám hogyha egy kicsit tudatosabban nézünk körbe, találunk biztató jeleket. Ön úgy fogalmazta ezt meg, hogy az emberek gondolkodása valamilyen szinten átalakul. Átalakulhat. Mindehhez szükség van, nyilvánvalóan, a szellemi tudományokra. Hogyan fogjuk fel mindezt? Tehát a gondolkodás átalakulhat. Át kell alakulnia. Nincs opciónk másra. 3 nappal ezelőtt reggel 6-kor az MTV híradásában hangzott el az a mondat, hogy világválságban vagyunk. Én ezt teljes mértékben alá tudom támasztani, de hát ez nem tegnap kezdődött. A világválságnak van egy 150 éves irodalma, ahol a legkiválóbb gondolkodók, koponyák mind azt mondták, hogy hát ez, amerre megyünk, ez nagyon nem lesz jó. És egészen Hölderlintől Oswald Spengelig mindenki azt mondta, hogy egy hatalmas irányváltásra van szükség, ha az ember és az emberiség kollektíven meg akar maradni az ember szintjén, és nem züllik tovább. És ezzel kapcsolatban számtalan megállapítást tettek, például Hamvas Béla is, aki azt mondta, hogy a létező rendek legrosszabbika, amikor az anyag, az arany, a szám és a gép uralja az emberi életet. Ez visz egyre lejjebb bennünket, az ember gondolkodása összezsugorodik, elvontá válik, absztrakt, vagyis elvont a valóságtól, az élettől. Az érzésvilág vulkánszerű kitörésekben hullámzik, vagy paralizálódik, közönybe, hidegségbe fordul. Úgy tűnik, hogy nem is nagyon tudjuk már kontrollálni. És az akaratvilág egyre öncélúbb, ezért egyre agresszívebb, de ugyanakkor önrombolóbb is. Körülbelül pillanatnyilag itt tartunk. De ezzel szemben ott van Makovec Imre rálátása erre a folyamatra, aki nem sokkal a halál előtt azt mondta, hogy heves, de cseppet sem kíméletes fényben állunk. Az egész emberiség kollektíven beavatási helyzetben van, és ott áll a szellemvilág küszöbén. Hogy ez mit jelent az egyéni ember szempontjából, ahhoz tanulmányokat kell folytatni, és ezeket a fent említett lelki funkciókat felruházni szellemi kompetenciával. Ez az én számomra azt jelenti, hogy valamiképpen meg kell ismerkedni a szellem tudományával. A természettudománnyal mindenki ismerős. A szellem tudománnyal egyre többen ismerkednek, ami lényeges, hogy az ember kezdi fölismerni saját lényében ezeket a furcsa ellentétes erőket, hogy gondol egy valamit, cselekszik valami egészen mást. Egyik pillanatban így érzi, a másik pillanatban úgy érzi, esetleg ugyanarral a dolggal kapcsolatban magát. Tehát valamiféle új rálátásra van szükség saját lényével kapcsolatban, a világgal való kapcsolatával kapcsolatban, és hogy egyáltalán a Föld, az emberiség hogyan került ebbe a napkozmoszba, amiben élünk. Erre választ, legalábbis az én meggyőződésem szerint, csak a modern szellemtudomány adhat. Ez nem révület, nem médiumisztikus praktika, és nem léleksimogató, hanem egy nagyon komoly, kemény munka, de már több mint 100 éve rendelkezésünkre áll egy embernek köszönhetően, akit dr. Rudolf Steiner néven ismerünk, és aki Magyarországon született a Magyar Királyság területén, a múlt század közepén, egy kis Krajevac nevű faluba, amit akkor úgy hívtak, hogy Mura király. Tehát nem is olyan messze innen, ahol most itt ülünk. És ő egészen egyedülálló módon évezredes misztériumtudást öntött át modern nyelvezetbe, vezette el az embert a teremtés és az evolúció kettősségének az eredetéhez, és mutatta meg az utat az egyéni ember szellemi önnevelése felé, mert ő úgy látta az emberi lényt, ahogy mi még nem tudjuk látni, mert különleges képességekkel rendelkezett. Ez a különleges képesség azt jelenti, hogy belelátott a szellemvilágba, látta az emberiség múltját a kezdetektől, de látta a Föld következő inkarnációit és az emberiség jövőjét is. Ő volt az, aki megfogalmazta teljesen érthetően és a racionális elme számára teljesen elfogadhatóan, hogy a mai ember az érzésvilág és a gondolati világ kifejlesztése után egy harmadik tudatfejlődési küszöbhöz érkezett, körülbelül a reneszánsz tetőfokán, tehát
úgy 500 évvel ezelőtt. Ezt a korszakot úgy nevezte, hogy a tudati lélek, vagy szellemlélek megjelenése, és azóta fokozatos fejlődése. Hogy ez mit jelent, a számomra Hamvas Béla fejezte ki a legszebben. Ő azt mondta, hogy éhezem és szomjazom, inségben vagyok, várakozom, de már nem vagyok hajlandó befogadni csak a legmagasabbat. Nos, ez a szellemlélek. Az ember megismeri önön eredetét, felépítését. Megismerkedik azzal a ténnyel, hogy az ember alapvetően nem fizikai lény, akinek vannak időnként lelki, esetleg, uram bocsánat, szellemi megnyilvánulásai, hanem az ember alapvetően szellemi lény, aki átmenetileg itt a Földön fizikai testbe zárta magát a fejlődés érdekében. És újra visszatér a Földre, hogy ezt a fejlődést tovább vigye, és beteljesítse azt a fejlődést, ami őt az univerzum további sorsának kovácsává teszi. Együtt fog működni azokkal a hierarchikus erőkkel, isteni erőkkel, ha szabad ezt mondanom, amelyek valamikor őt alábocsájtották egy bizonyos céllal. És ez a fejlődési küszöb, ami előtt most állunk, ez rettenetes nagy próbatétel, mert időközben hatalmasan elfogadtuk az anyagi világot, mint egyetlen létező valóságot. És nemzedékek nőttek fel úgy, hogy a szellemi világgal egyedül a vallás tudta őket összekötni. Ugye a szó maga a latinul azt jelenti, hogy religio, összekötni. Tehát tudta, hogy oda tartozik, onnan ereszkedett le a Földre, de a kapcsolat eredetéről, vagy pontos lényegéről nem volt már tudomása, ezért hinnie kellett. Hitte azt, hogy van egy kapcsolat, és hogy egyszer újra megismeri ennek a kapcsolatnak a lényegét. A tudati lélek küszöbénél álló emberiség a hit mellé fel akarja venni a tapasztalást, a közvetlen megtapasztalását a szellemi valóságnak. És ez teljesen rendben van. A középkor embere nem tehetett mást, mint hit, mert csak az érző lélek és az intellektuális lélek kezdeteinél tartott. Tehát az ő fogalomvilágában viszont a lélekben még éltek olyan erők, amelyek ezt a hitet megtámasztották, és talán furán hangzik, de ezeket az erőket mi elvesztettük. A középkori embernek volt bűntudata és hajlama a bűnbánatra. Ez a modern emberből kiveszett. Az intellektus ma már olyan fejlett lett, hogy minden disznóságunkat meg tudjuk magyarázni. Tehát nekünk már a szellemi tapasztalás az egyetlen mód arra, hogy rádöbbenjünk, hogy az embernek van egy fizikai teste, ez igaz, olyan, mint egy szkafander, de vannak hatalmas múlttal és erőkkel rendelkező úgynevezett finom testeink, mint étertest, lélektest, és van egy halhatatlan szellemünk, amelyik évszázezredes emlékezettel rendelkezik, és amely végig kísérte az embert minden földi testesülésében, és a jövőben is ezt fogja tenni. Nos, ez a halhatatlan szellemi mag, ez közeledik egyre jobban, hogy találkozzon, és végül szabályszerűen egyesüljön a lélek erőivel. És ebben a folyamatban vagyunk benne. Tehát az ember újra szellemi emberre akar válni, és ekkor felébred egy felelősség a saját sorsa irányában, a teljes emberiség sorsa irányában. A Föld, az alája teremtett birodalmak, az ásvány, a növény, az állat birodalmak iránt, akiknek a további sorsa az ő kezében van, és felébred a felelőssége fölfelé is, hogy most már fel kell ismernie helyét ebben a napkozmoszban és a tágabb univerzumban. Mert először él olyan ember a Földön, olyan emberiség a Földön, aki nélkül a teremtés nem mehet tovább. Ezt Goethe fejezte ki gyönyörűen, mikor azt mondta, hogy a teremtést újjáteremtve, mert másképp holttá merevedne, épít a tett örök keze, és ami nem volt, lesz most tündökölve. Az ég új napja, földje. Pihenés nincs sehol, sosem. És Goethének volt egy mondata, ami engem diákkoromban, ami nagyon régen volt, végtelenül inspirált, mert hiszen a Faustot majdnem mindenki ismeri, de azt a mondatát kevesen idézik, vagy ismerik, hogy aki nem tud magának elszámolni 3000 évvel, az maradjon homályban, tapasztalat híján, napról napra élve. Tehát egyszerre érezzük a sötétet, még nem érezzük a fényt, pedig ez a sötétség, amiben most élünk, ez a káosz, ez a nincs tovább, ez tulajdonképpen ennek a fénynek az árnyéka. És a többi rajtunk múlik, de az egyéni ember lelki ismeretén, ugye a magyar nyelv mesteri,
akkor, amikor szellemi valóságokat kell megnyilvánítani. Ha csak azt a szót mondom, hogy lelki ismeret, az az önismeret, amit a görögök felírtak a Misztérium templom homlokára, hogy ismerd meg önmagad. Mi meg úgy használjuk ezt, hogy lelki ismeretesek vagyunk. Vagyis lelki ismeretes csak úgy lehet valaki, ha ismeri a lelkét. Ugye? Nagyon frappáns megfogalmazás. És a magyar nyelvnek több ilyen bravúrja van. Amikor például a luxusra azt mondja, hogy fényűző, elűzi a fényt. Tehát a magyar nyelv kiválóan alkalmas arra, hogy szellemi valóságokat akár újraformált szavakkal megjelentessen. Steiner pontosan tisztában volt ezzel, és amikor elkezdett Budapestre járni, előadásokat tartani, többek között 1909-ben, akkor sajátos szóképeket alkotott, pontosan a magyar emberek számára a szellemi valóságokról. Mert azt mondta, hogy a magyar lélekben hihetetlen tartalékerők vannak még. Tanított a népszellemekről. Hát a mi Petőfink pontosan tudta, hogy léteznek népszellemek, mert mit mondott a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, hogy a magyarok istenére esküszünk. Tehát minden nemzetnek van egy vezérlő arkangyala. És az ő létével és egyéniségével megmagyarázható, hogy egy skandináv miért különbözik annyira egy szicíliai olasztól. Tehát sajátos karakterünk van, lelkileg is, szellemileg is. Ezt nem lehet fasírozottá összegyúrni. Ezeknek a különbözőségnek értéke van a jövő számára. És ezek a népszellemek úgy rendezték be Európát 4-5-10 ezer évvel ezelőtt, talán az atlantiszi kultúra elsüllyedése után közvetlenül, hogy 12 nemzet, illetve nemzetcsoport inkarnálta le a Földre azokat a tulajdonságokat, amelyekből egyrészt 12 érzékszerv felébredt az emberiségben, másrészt pedig azt a változatosságot és együttműködésre, kooperációra való hajlamot is, ami Európa végzetében benne van. Steiner nagyon sokat beszélt Európa sorsáról, mert minden kultúrkorszakban, amik általában 2000 évig tartanak, van a Földnek egy pontja, amelyik domináns. Ugye előttünk a mediterrán térség volt domináns, görög-római kultúrkorszak. Előtt az asszír-babilon, egyiptomi, azelőtt a perzsa, még korábban az ős-hindu, a hindu korszak. És most Európán a kozmosz figyelme, és ezen belül is az európai közép. Steiner azt mondta Közép-Európára, hogy misztérium tér. Az embereknek itt egy új szellemi kultúrát kell létbe hívniuk. Ennek a fényénél minden ellene felvonuló, ártó és emberi fejlődéshez méltatlan erő ettől a fénytől önrombolóvá fog válni. Tehát nem kell háborúzni, csak fejleszteni ezt a szellemi kultúrát. Ezért viszont mindenki önmaga felel. Ezt nem lehet közösen megcsinálni. Azt hiszem Hölderlinnek, aki hát, ha jól emlékszem, az 1830-as évek halt meg, neki volt egy rémséges látomása, de pontosan érzékelte, hogy mi történik. Azt mondta, hogy 1800-as évek, hogy ma már nincsenek papok. Vannak papok, de nincsenek emberek. Vannak tudósok, de nincsenek emberek. Vannak gondolkodók, de nincsenek emberek. Az egész emberi lét hasonlít egy csatamezőhöz, ahol karok, lábak, fejek hevernek szerte szét, és közöttük az élet vére lassan elfolyik. Tehát a szellem vonult egyre vissza a materializmus miatt. De az emberiségnek egy bizonyos céllal, igen, meg kellett ismerni az anyagot teljes mélységéig. De ha belegondolunk, azért az elméleti fizikusok már évtizedek óta mondják, hogy az anyag semmi más, mint a szellemnek egy különlegesen alacsony, rezgésű létformája. Az energia, amely átalakul és különböző megtestesülésekben jelentkezik. Tehát most már elértük az anyag mélyét, most már a genetikusok különböző DNS láncokkal legóznak, de azt azért érzékeljük, hogy mi, mint emberiség, még csak a tudásfájáról ettünk almát, az életfájáról még nem. És hát így is kifejezhetjük a valamikori bukást. Hát a Biblia mindenben igazat mond, csak a szellemtudomány föltárja ezeket a képeket teljes mélységükben. Amikor azt az almát leszakítottuk a tudásfájáról, közelébe sem mehettünk az életfájának. És a bukás abból állt, hogy bennünk a tudás és az élet ketté vált. Évszázezredek múltán elmondhatjuk,
hogy az a tudás, amit ma fölhalmoztunk, lassan nem hagy bennünket élni és tönkretesz. Ember még nem élt a Földön ennyi információ birtokában, és egyre betegebbek vagyunk. Tehát itt az ideje az életfáját felfedezni. Ez viszont bennünk él, de csak szellemi iskolázásra lehet megnyitni az étertestünkben. Az élettestben, ami a memória, a gondolkodás, a kiterjesztett emlékezet teste is. Fenntartja a sejtek életét, de fenntartja a memóriánkat is, a gondolkodó képességünket is. És a megváltozott gondolkodás ennek az ételtestnek az iskolázásával lehetséges. Erre irányul Steiner egész munkássága. De furcsa volt az első gyakorlat, amit ő adott, és nagyon nehéz. Ha meg akarom változtatni a gondolkodásomat, mert hiszen bizonyos vakság, bizonyos sötétség költözött bele, csak az anyagot látom, és tényleg elhiszem, hogy ez egyetlen valóság. Ha ezt én meg akarom változtatni, az első lépés nem kevesebbet kért tőlem, mint hogy ezzel a gyökött gondolkodással kezdjem megfigyelni a gondolkodásomat. Hát ha ez nem paradox, akkor nem tudom mi az. És mégis képes rá az ember. Tehát így kezdődnek a steineri gyakorlatok. Abszolút nem arról szól a szellemtudom, hogy megnyugtasson vagy elringasson, hanem felébresszen, és ez nagyon komoly munka, de gyönyörű. Ahogy most hallgattam Önt, és itt szárnyaltunk tulajdonképpen évezredeken keresztül, mindig meg szerettem volna kérdezni, miért nem tanultunk a hibáinkból? Ha felismerjük azt, hogy mi történt, és mikor, milyen hibák és katasztrófák, háborúk, világégés, holokauszt, bármi, ami megtörtént, miért nem tanultunk a hibánkból? Miért követjük el, akár ismét újra és újra? Mert nem ismerjük a hibáink eredetét. Tehát, ha az ember vallásos alapon közelít az emberi élethez, akkor azt mondja, hogy az nem lehet, hogy Isten valami hibás árut teremtett. Ugye? Ugyan letaszított a földre, Isten tudja miért. Tehát van bennünk egy ilyen ignorancia, egy ilyen sötétség. Hogy kerültem én ide? Ugye, és miért? De ha figyelmesen olvassuk akár az Ótestamentumot, akkor látjuk Jób történetében, hogy az égura megegyezik a sátánnal, hogy megpróbálja az embert. Nos, ez egy próba volt az emberiség számára, de egy elkerülhetetlen próba, és az égi világ tudta, hogy az ember el fogja veszteni az öntudatát a szellemvilág felé. Tehát akkor mire volt jó ez az egész? Erre Steiner ad választ, mert azt mondja, hogy az a 9 égi hierarchia, amely bennünket a földre segített, küldött, nem hagyott magunkra, mert a teremtési tervben létezett egy vonás, ami előbb volt, mint az ember teremtése, és ez a megváltás. És ez összekapcsol bennünket a napkozmosz teremtő lényével, akit mi Krisztusnak hívunk. A mai ember vallás alapítóként tekint rá, és a földre szállt Istenként, de ő tulajdonképpen nem pusztán a kereszténységet hozta, abban a formában, amikor itt járt, csak így tudta itt hagyni nekünk, de Krisztus az egész teremtés ura, aki ezt a napkozmoszt azzal a céllal teremtette, hogy egy új tudatot gyújtson, az eljövendő embert, akiben lesz egy tulajdonság, amit a 9 hierarchia egyetlen lénye sem ismer, és ez a szabadság. Tehát mi leszünk a 10., a szabadság hierarchiája. De ahhoz, hogy szabaddá váljunk, el kell szakadni isteni természetünktől, amely nem engedett mást, mint hogy folytassuk azt, amit a lények folytatnak, akik bennünket megteremtettek. Tehát nekünk kellett teremteni egy világot, ahol ott volt a polaritás. Hideg, meleg, fény, sötét, fiatal, öreg, egészség, betegség, mert hiszen szabaddá csak az válhat, aki választhat, akinek választása van. És így kerültünk a földre. De egész mostanáig nem volt aktuális ezt felismerni. Tehát az intellektus ezt ma sem fogja tudni teljes mértékben megragadni. Ehhez más képességek fognak felébredni a lélekben, amely képességek bennünk szunnyadtak, valaha talán a egyiptomi kultúra középső szakaszáig még valamennyire éltek, de aztán rapid módon elmúltak belőlünk. Ma viszont ébredőben vannak, de csak akkor tudnak színre lépni az életünkben, ha mi saját akaratunkból, tehát szabadon elhatározzuk magunkat az önnevelésre és erre a szellemi fejlődésre. És vállaljuk azt, ami ezzel jár. Hogyan kap szerepet ebben az átlagember?
Ezt csak egyénileg lehet megoldani, mindenkire vár ez a feladat. Csoportosan nem tudjuk megoldani. Tehát az a fajta Hanvas egy kicsit spröden csorda szellemnek nevezett, amiből következik ez a fura fogalom, hogy közvélemény. Ugye, amikor az ember átadja a gondolkodást önmaga és a sorsa felett másoknak, amikor emésztett véleményeket a magáévé tesz, anélkül, hogy valójában gondolkodna. De hát emlékezünk vissza, hogy az iskolában mikor kaptunk ötöst. Ha azokat a gondolatokat adtuk vissza automatikusan, amiket belénk tápláltak. Ez nem igazi gondolkodás. Ez automatizmus. Az igazi gondolkodás akkor kezdődik, amikor az ember figyelmesen, elmélyülésre készen rátekint arra az eseményre, dologra, ami történik, vagy körülveszi őt, és magában felébresztve egy akaratot, hogy én tudni akarom ennek minden eredetét. A radikális szó, amitől már a frászt kapunk, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy a gyökeréig lehatolni valaminek. Nos, radikálisan kezdeni gondolkodni, az embert ma simán elvezeti a dolgok, jelenségek szellemi eredetéhez, mert a gyökér a szellemben van. És amikor az ember a dolgok és jelenségek igazi szellemi eredetét, gyökerét megismeri, akkor felébred benne az az akarat, ami előhívja a felelősségtudatot, előhívja azt a morált, amiben alaptétel, hogy nem magamért élek, amiben alaptétel az, hogy bárkit megkárosítok, magamat sebzem meg, és ez az új morál nem félelemből születik, vagy pedig a parancsolatok iránti tisztességből, hanem a természetünk, a magasabb természetünk jelenlétéből. És ez az az út, amin lassan, de biztosan mindenki el fog indulni. És Steinernek volt egy nagyon érdekes mondata, mert azért majdnem negyed századnyi nyilvános tevékenység után kissé keserűen ő is belátta, hogy ez a mai embernek még eléggé sok. Tehát ez 100 évvel ezelőtt volt. 1925-ben ment el a földről, tehát lassan 100 éve. Úgy tűnik, hogy a mai ember már sokkal többre képes, mint Steiner korában, de a világ borzasztóan nehézé vált. Tehát ez az úgynevezett civilizáció olyan kultúrát teremtett, hogy pontosan az étertest és az asztráltest nyugvó képességeit tönkretesszük még mielőtt ki lehet nőket kultiválni. Ha csak arra mondok példát, hogy az ember a memóriáját az okostelefonba tartja, az érzelmeit a tévésorozatokban tartja. A Facebookon azt gondolja, hogy emberi kapcsolatokat épít, miközben nem tud ellenállni a különböző idézetek csábításának, és kapcsolatokat épít, de közben egyedül ül egy szobában, egy villogó képernyő előtt. Tehát úgy át van verve, ahogy csak át lehet verni egy embert, és nem vesszük észre. Na most az ember érzéseiben önzővé vált. És ez az önzés, amíg csak a magam életére irányul, addig még elmegy, de ma a lelkiismeretben benne van a teljes világsors, és benne a rejtőzködő világakarat, ezért az embert nyomasztja már a saját önzése. De hát élünk egy olyan rendszerben, ahol az önérdek vezérel mindent. És az önérdek, ugye ez egy bizonyos pontig nem káros, de egy bizonyos pont után feltétlenül pusztítani kezd. A kapitalizmusnak ez a problémája, hogy mi elhittük, hogy ha ez az önérdek egyre hatalmasabbra nő, akkor ez majd korrigálja önmagát is, de nem tudja korrigálni önmagát, mert az önérdek nem az ember igazi természete. A magasabb én nem ismer önzést. Ez csak a luciferi én ismeri, a személyiség. A persona, ugye a görögök hívják így a személyiséget, ami egy maszk. Ezt a maszkot is le fogom vetni, és hogyha ez az önérdek, ugye zabolátlanul, személyes szabadság szintjén, mert sokat beszélünk a személyi szabadságról, átkerül a gazdasági viselkedésbe, akkor katasztrofális, ami történik. Akkor háborúk lesznek, hódítás, elnyomás, mindez azért, mert a gazdasági társaságok személyiségi jogokat kapnak a mi jogrendszerünkben, ugye jogi személyek, és az önzés kiteljesedik egy társulási önzésben, és akkor az ember már nem tud védekezni. És ez elszalad az emberrel. Elszalad a mérték. Semmi sem elég az egyik oldalon, és már semmi sincs a másik oldalon. És ezért billen föl a világ. Holott, ugye 1789-ben a zászlóra írtuk, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség. Hát nem gyanús, hogy egyik se sikerült?
De még ezen lehet dolgozni, mert az ember hármas lény, tehát igényli a szabadságot a szellemben, a művelődésben, a művészetben. Ne szabhassa meg senki, hogy hol tanuljak és mit. Ez a szellem szabadsága. A jogi-politikai életben az egyenlőség, kötelezettségek és jogok egyformán, és a gazdasági életben a testvériség. No hát kissé messze járunk tőle. Pedig csak így fog működni a világ. Addig visszük lefelé a szakadékba, amikor egyszer csak megállunk, és azt mondjuk, na ebből elég volt. Ugyanis a gazdasági életben nem az önzésnek kell érvényesülni, hanem az önzetlenségnek, mások szolgálatának, és a testvériségnek. Tehát, ha józan emberi igényeket akarok csupán kielégíteni, akkor mindenkinek meg lesz, ami kell a méltó emberi élethez. Nagyon egyszerű. Miért nem tudjuk megvalósítani? Mert az egyéni ember nincs kiiskolázva. És hiába mondja nekem valaki, a piac ideges, nem a piac ideges. Az egyéni ember a befektető ideges, aki úgy érzi, hogy még több pénzre van szüksége. Pedig nincs. De ezt az illúziót nem tudja levetni magáról, mert a pénznek van egy bűvülete. És ha a pénz rátelepszik a kultúrára és a politikára, akkor az a civilizáció a szakadékba megy. Ezt 1918-ban mondta dr. Steiner. Tehát, de én úgy vélem, hogy már elég mélyen vagyunk ahhoz, hogy vissza lehet fordulni. Én legalábbis ezen dolgozom. Ha felismerem a magam szerepét, gondolkodó emberré válok, honnan vegyem azt a türelmet, amire egyébként ön is intett már? Honnan vegyük azt a türelmet, amikor felismerjük azt, hogy ez már a mi életünkben nem fog megvalósulni? Ez nem türelem kérdése. A türelem, a figyelem, a szolgálat iránt való odaadás, a hála érzete valamikor ott volt az emberiségben. A technológia fejlődésével úgy felgyorsult az életünk, hogy ma már nem tudunk várni. Azonnal, pillanatokat kell minden, csak egy gomnyomásra. Megszoktuk a kényelmet, a gyorsaságot, és nyakunkba húztunk egy olyan technológiát, ami kiölte a lélekből a türelmet, a figyelmet, a várakozást. Ezt csak iskolázással újra be kell vezetni. Hát ahol most ülünk, ez a csoportosulás azért indult el, hogy az embereket előkészítse egy szellemi iskolázásra. Tehát leülök, és magam elé teszek az elmémben egy olyan gondolatot, lehetőleg egy olyan gondolatot, amit az intellektus nem tud megérteni. A szellemtudomány tele van ilyen gondolatokkal. Tehát elolvas az ember Tichor Steinertől, minden szavát érti, de nem tudja megismételni. Mert az intellektus nem alkalmas a szellemi összefüggések felfogására. Ehhez egy magasabb gondolkodás kell. Nos, ez lehetséges, de a gondolkodást újra meg kell tanítanunk a fókuszolásra, meg kell teremtenünk egy belső csendet akkor, amikor 3 percig nem tudunk nyugton maradni már. Tehát az idegrendszerünk tele van a különböző technikai stimulációkkal. Tehát ahelyett, hogy az évezredes emlékezetünket ébrezgetnénk, egyfajta digitális demencia felé megyünk, de látjuk, tudjuk, és az egyéni emberen múlik, hogy ő megáll, és azt mondja, hogy én ebbe belefogok. Ezt a szabadságot mindenki megkapta, aki ma él, és minden ide van készítve. Csak hozzá kell nyúlni. És persze nem megy rögtön, és persze nehéz, és az ember abba hagyja, és félrerúgja, és visszatér hozzá, és kialakul mi? A hűség. Nem tudom már eldobni, mert már nem vagyok hajlandó befogadni csak a legmagasabbat. Nagyon sokan kérdezték, hogy jó, hát akkor miért nem bizonyítjuk be, hogy az ember újra és újra testesül a Földön. Tehát ha elkezded iskolázni a lelki erőidet, ez tényé válik a számodra, a lélek azonnal válaszol erre. Tehát az embernek van egy mély tudata, és van egy feltudata. A feltudatban alig van valami, csak a felszínes információk, amiből az intellektus köszöni elég jól megvan. De a mélyben érzések, emlékek, ősi gondolatok. Ugye alig több mint 100 éve, hogy egyáltalán Freud megszólalt erről, hogy hoppá, az emberi tudat 2 mezőre van osztva. Nos, ez a 2 mező közeledik egymáshoz. Tehát tetszik vagy nem tetszik, ez az ősi emlékezet is kopogtatni fog az embernél. És ezért van az, hogy egyre többen jelentkeznek, hogy tanulni szeretnék. A mindene megvan, és azt mondja, hogy itt érzek valami ürességet. Tehát nem kell ezt bizonygatni. Aztán az élet igazol.
És végül az ember eljut a saját életfolyamatának a felismeréséhez, a biográfiához, és az abból fakadó sorskutatáshoz. Na ez a királyi művészet. Mert minden emberi élet egy magasrendű szellemi alkotás. Hatalmas isteni erők alkotják meg velünk együtt, mielőtt leérkezünk a Földre, ráadásul egy élettervel, amit aztán elfelejtünk, de ahogy mondtam, ez a mélységi emlékezet közeledik a felszín felé. És nem tudom megmondani, hogy az utóbbi években hányan kerestek meg azért, mert szerették volna tudni, hogy mi a feladatom a Földön. Az egyikük egy 78 éves idős úr volt, aki ült velem szemben, és azt mondta, hogy építészmérnök vagyok, 470 ház épült fel a terveim alapján. De szeretném tudni, hogy mi a feladatom a Földön. Na, ez csak a mély tudatból jön ez a kérdés. Az intellektus ilyen kérdést nem ismer. Ez csak egy példának szántam. És ha már az előbb említette a holokausztot, én 2014-ben állami támogatásnak köszönhetően beutazhattam az országot egy előadássorozattal, aminek az volt a címe, hogy újraszületés a Hambakból. 11 zsinagógába jártam, és nagyon sok városba is, ahol ezen a címen előadást tartottam. És én a szellemtudománnyal kezdtem, hogy ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan lett képes az ember arra, amit a holokausztban produkált ember az ember ellen, sose fogjuk megérteni, ha nem ismerjük az emberi fejlődésnek azt a mozzanatát, amikor a szellemvilágban történt egy változás, az a szellem, akit Steiner az egész szellemtudományos disziplina középpontjába állít, ez Mikhail, Szent Mihály nekünk magyaroknak, a nap arkangyala, aki a teremtés kezdetétől felügyeli az ember aráereszkedését, népszellemi szerepben is jelentkezik, de 2160 évenként korszellemi szerepet kap. Nos, 1879-ben lépett újra uralomra. A korszellem az körülbelül azt jelenti, hogy a Földön megjelenő izmusok, stílusok, gondolkodási mód, ez mind fölülről érkezik hozzánk, és mi ebből alkotunk, élünk, tükrözzük ezt a változást. Nos, ő mielőtt a Földön, Föld felett átvette ezt a vezetést, ő tett valamit a szellemvilágban. Megküzdött az ármányerőkkel, ezt a magyar nyelv gyönyörűen kifejezi, az anyagszellemek, tehát az anyagvalóságát súlykoló szellemek, amik el akarják altatni az ember szellemi öntudatát, és maga alá taposta őket. Ezért van az, hogy Szent Mihályt mindig úgy ábrázoljuk, hogy egy sárkány van a sark alatt. Nem öli meg, csak a helyére teszi. Nos, ő ezt a Földre küldte, ezeket a legyőzött erőket, hogy beköltözhessenek az emberi lélekbe. Csak ott tudnak hatni, de volt annyi tudása és bizalma az emberi lélek fejlődése irányában, hogy tudta, hogy az ember el fog ezzel bírni, mert ő, mint korszellem, alá fogja bocsátani azokat az erőket, amik az ember intellektusát újra szellemivé, kozmikussá tudják tenni. Tehát rend volt itt. Viszont ez alázúduló sötétség, ez elborította az emberi lelkeket. 1879-ben kezdődött, abban az évben jelenik meg egy könyvecske Wilhelm Marrtól Németországban, ahol először jelenik meg az a szó, hogy antiszemitizmus. Tehát elsötétültünk. Nem ő vagy én, mindenki. És ez mindenkiből másképp jött elő. És ez egy másik történelem szemlélet, ami a történelem mögötti szellemi hatásokat és szellemi változásokat is számolja akkor, amikor történelmet tanít. A gyerekek utálják a történelmet, unalmas adathalmaz. De hát a történelem az a mi saját létesülésünk. Elődeink, utódaink is bizonyos értelemben mi magunk vagyunk. Tehát a történelmi tudás az nem műveltség, hanem önismeret kérdése. És ha így kezdett tanítani a fiataloknak, akkor nagyon is érdekelni fogja őket. Ezért próbálok én most újra egy egyéves ifjúsági programot, egy Peregrinus programot elkezdeni, ahol 18 évestől felfelé, 70 évesig fogadom a peregrinusokat, a vándorokat, akik keresik a szellemet. És kapnak egy éves képzést Ispánkon, az Arkánum iskolában, de nem csak előadásokat, hanem szellemi gyakorlatokat is. Kiépítünk egy szellemi kultúrát, mert sajnos ez hiányzik. A mai fiatal már nem kap kamaszkorában inspiráló történeteket, nem kap mitológiát,
gyerekkorában alig kap mesét, tehát technológiai dolgokat kap, az tönkreteszi a lelket. És nekünk ezt be kell pótolni. És aztán erre ráépíteni azt a jogos igényt, hogy én, mint emberi lény, vállalom a felelősséget a saját fejlődésemért. Sőt, megszeretem a folyamatot. És ebből következik egy világszeretet és egy emberszeretet. És ez nem érzelem, ez bátorság, figyelem, felismerés. Körülbelül ennyi.